ma volt a ellenem zajló büntető eljárásnak a utolsó, első fokon az utolsó fordulója, amit talán annak idején az orvosi kamara nagybecsű elnöke Kincses Gyula vagy valamelyik szimpatizánsa indított, és amelynek az volt a lényege, hogy a videómban próbáltam leleplezni mindazt, ami a Covid pályában kapcsán történt, elhangzott, tehát ami minden, ami arról szólt, hogy az embereket megtévesztették, félelembe kergették. Véleményem szerint nem én keltettem rémhírt, hanem az ellen próbáltam az embereket felkészíteni, próbáltam őket bátorítani. Erre az orvosi esküm kötelez, az orvosi etika kötelez. És természetesen, hogyha olyan jogszabályokat hoznak, amely keretében a cenzúra erős és az áljárványt védik, hogy azt nem lehet semmi módon támadni. Természetesen, ha olyan jogszabályokat hoznak, amelyel ezt az áljárványt védik, amelyel megpróbálnak mindent ellehetetleníteni, amikor valaki felszólal kényszer és a butaság ellen, akkor nagyon nehéz dolga van az embernek. De most úgy tűnik, hogy azért ez minket is inspirált, hogy sokkal több adatot és itt föltárjunk, ami az akkori véleményünket igazolta, végső soron nem kellett semmiben visszakozni az akkori videómban elhangzottakhoz képest, hiszen minden ugyanúgy zajlott, mint ahogyan ezt akkor elmondtam. Ez 2021 november, és végső soron a bíróság azt elismerte, hogy semmilyen hazugság vagy fertítés abban, amit elmondtam, nem volt. És éppen ezért a vádak alól felmentett. Ez elsőfokú ítélete, az ügyész az kinyilvánította, hogy fellebbezni fog. Úgyhogy az első forduló, hogy úgy mondjam, befejeződött. Meglátjuk, mit produkál az ügyészség, és akkor semmiképpen nem hátrálunk meg. Azt gondolom, hogy az igazság és a jog az itt látható módon külön vált. Az igazságot valahogy fordítva kellett volna képviselje a jog, hiszen a túloldalon történtek olyan jogtalanságok, olyan csalások, amelyekkel szemben el kellett volna járni. Számítottál erre a döntésre? Hát, megmondom őszintén, nem számítottam semmire, teljesen nyitott voltam, de föl sem merült bennem, hogy engem elítélnek. Abban teljesen biztos voltam, hogy semmit nem vétettem. Az, hogy a cseppében összerakott jogszabályok értelmében valami kifogásolni valót találnak az én beszédemben, az számomra nem az igazság képviselete, hanem annak a szándéknak, annak az uralomnak, annak a hatalomnak, amelyik hátulról, nem is az országról ezeket a történéseket irányította. Értettem, akkor igazából ez volt a fő érve a bíróságnak, hogy amiatt mentettek fel, mert hogy te ezt igazából ilyen lelkiismeretesen és a legjobb tudásod szerint képviselted. Igen, lelkiismeretesen az orvosi eskümnek megfelelően és a valós orvosi etikának megfelelően,
tudjuk, hogy az etikába is beleraktak olyan passzus, hogy a járvánnyal szemben megnyilvánulók ellen etikai eljárást tudnak indítani, de közben 500 helyen megsértették az etikai kódexet, amikor a gyógyszerkísérletekbe való részvételre biztatták az orvosokat, amikor ismeretlen összetételű szert adtak, amikor propagálták a szert, amikor megkülönböztették a be nem oltottakat, amikor a páciensnek a megértett tájékoztatáson alapuló beleegyezését kérték, és így tovább. Tehát rengeteg etikai szabályt megsértett maga az orvosi kamara. Most ez azt gondolom, hogy szerencsésen és jól alakult, és örülök a ítéletnek. Természetesen egy pillanatra nem lehet pihenni, hiszen a jövő héten és az azt követő héten is egy-egy bírósági ügyre fogok még menni. Reméljük az is hasonlóan sikeresen fog alakulni. Tudom, hogy lesz még másodfokú eljárás, de azért lesz ma este buli. Én ebben az ritkán akkor buliznék, hogyha jogerősebb. Addig van az az állapot, hogy csatát nyertünk, de még nem a háborút. Úgyhogy megyünk tovább. Elkönyveljük a rubrikába a sikert, és megyünk tovább a csatában. Köszönjük!